Rongálás. Kárt tettek az egyik kanizsai szökőkútban. Az állatokra is veszélyes a meleg. Számos tünet figyelmeztető lehet a tulajdonosoknak. Tigris Lili. Fordulatos krimi vígjátékot mutattak be a HSMK-ban. Jó estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója június 21-én, pénteken. Jönnek a részletek. Ismeretlen tettesek megrongálták a Dr. Mező Ferenc gimnázium melletti szökőkutat. Az esetet a térfigyelő kamera rögzítette, az ügyben a Via Kanizsa feljelentést fog tenni az elkövetők ellen. A mintegy 60 éves köztéri alkotás felújítása áprilisban fejeződött be a Via Kanizsa és a Synetic Kft. Munkatársainak, valamint a lakosság összefogásának köszönhetően. Két hónappal később azonban már nem a korábbi állapotában láthatják a kanizsaiak a szökőkutat, amely jelenleg nem üzemel. A Via Kanizsától kapott információk szerint csütörtök este 20 óra 50 perc és 21 óra között egy ötfős társaság fürdőzött a szökőkútban, és közben letörték a vízpermetezéséért felelős szórófejet, amelyet cserélni kell. A rongálást Bodó László, a körzet önkormányzati képviselője vette észre ma reggel. A politikus azonnal felvette a kapcsolatot a Viával, és Somogyvári Tamással, a Synetic Kft. Ügyvezetőjével az ügyben. A szökőkutat javítani lehet, végül is beszéltem a Tamással, a rongálási kár olyan 20-50 ezer forint között van, le kell gyártani, illetve meg kell rendelni ezt az egységet. Gyakorlatilag ez inkább bosszúsággal jár, mint anyagi kárral. Döntés született a Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság mai ülésén a kompenzációs listáról megszerzett mandátumok kiosztásával kapcsolatban. Ezzel hivatalossá vált a 2024-es évi nagykanizsai önkormányzati választások végeredménye. A képviselői mandátumokat általában a polgármesteri megbízó levéllel együtt adják át, ám erre jogi okok miatt nem kerülhetett sor, ahogyan a listáról bekerült képviselők neve sem vált hivatalossá a mai napig. Egy a harmadik számú választókerületben induló képviselőjelölt élt kifogással a választási végeredménnyel kapcsolatban. A panaszt a területi választási bizottság után csütörtökön a kúria is elutasította, így biztossá vált, hogy a kompenzációs lista alapján kik kerülnek be a közgyűlésbe, a 10 megválasztott képviselő és Horváth Jácint Nagykanizsa megválasztott polgármestere mellé. Három párt volt, aki a mandátumot szerzett a listán, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt két mandátumot szerzett jelöltet, juttatott be a testületbe Bata Hajnalka és Bizer András személyében, az Éjjel Városunk egy szemét Bodó László személyében, míg a Mi Hazánk Mozgalom egy szemét Hokker Tibor személyében. Az ő bekerülésükről kellett határozatot hozzunk, és ez történt a mai napon. Bágyadtság, a fizikai aktivitás és az étvágy csökkenése, lihegés és a nyál besűrűsödése. Ezekre a vészjósló tünetekre kell figyelniük a nyári melegben az állattulajdonosoknak. Boa László állatorvos kiemelte, a kánikula nem csak az embereket, hanem a házi kedvenceket is megviseli, aminek a kezeléséhez sok esetben orvosi kezelés is szükséges lehet. Fajtánként eltérő, hogy egy állat milyen mértékig viseli jól a hőséget, így például egy vastagabb szőrzettel rendelkező kutya esetében már a 25 fokos hőmérséklet is kellemetlen tüneteket okozhat. Az életkor ugyancsak befolyásoló tényező, például egy 8-10 év feletti macska már kevésbé viseli jól a hőséget, mint egy fiatalabb állat. Boa László magánállatorvos hangsúlyozta, az elsődleges jelek, amikor fokozódik a lihegés és megváltozik a viselkedés, például a játékra sem mutat aktivitást, azonban vannak további tünetek, amelyek már komolyabb állapotra utalnak. Az állat szívfrekvenciája, légzésfrekvenciája már kifejezetten magas, a pupillája tág, bizonytalanul mozog, szédülésre utaló tünetek van, nagyon nehezen kel fel, nem érdekli a táplálék, nem érdekli a folyadék, az már az a határ lehet, és nyilván egy nagyon fontos érték, a belső testhőmérséklet,
A 39-540 fok közötti hőmérséklet már nyugtalanító, és 40 fok fölött már kifejezetten, amikor már a hőguta, hősok irányába megy a dolog, az már egy kifejezetten életveszélyes állapotot is jelenthet. Ezek a tünetek akár eszméletvesztéssel, kezeletlen esetben a kutya vagy macska pusztulásával is járhatnak. Hilc Lívia, az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület vezetője kiemelte, kinti kedvencek esetében az árnyékos hely biztosítása életmentő lehet, míg a friss víz a lakásban tartott négylábúak számára is kulcsfontosságú. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, önmagában egy kutyaház még nem elegendő, de a séták időpontján is célszerű változtatni a legmelegebb napokban. A sétáknál is oda kell figyelni arra, hogy milyen időben megyünk lesétálni, nem csak a meleg miatt, hanem a beton forrósága miatt is, hisz légési sérülései lehetnek a kutyának. Úgyhogy célszerű leggel korán a nagy meleg előtt levinni őket, illetve délután maximum egy nagyon rövid füves területre, amíg az egészségügyi dolgait elvégzi az állat, illetve este, amikor már hűl az idő és a beton olyan meleg, arra célszerű összpontosítani, hogy a nagyobb sétákat akkor tegyék meg a gazdik a kutyusokkal. Hilsz Lívia hozzátette, az állatokat nem szabad a parkoló autóban hagyni, hiszen az rövid idő alatt 70 fokosra hevülhet, ami perceken belül életveszélyes állapotot okozhat. A beszélgetésekből bővebb összeállítást láthatnak Napi Kanizsa című műsorunk mai adásában. Programok egész kavalkádjával készül az előttünk álló időszakra az Alaerdő ZRT. A múzeumok éjszakájához idén is csatlakozik az erdészet, majd egy hét múlva a Kisvasút napját is ünneplik. Mindezen túl indul a táborozási szezon, néhány hely még kiadó a tornusokra. Több éve már annak, hogy a múzeumok éjszakája apropóján az Alaerdő ZRT is különböző, egyedi programokkal várja az érdeklődőket. A célkitűzés természetesen minden esztendőben ugyanaz, megismertetni az érdeklődőkkel a szakmát, annak szépségeit, valamint érzékenyíteni az embereket az erdővédelme, a természetvédelem iránt. A hagyományokhoz híven idén is erdei vasutas utazással készülünk, illetve a lenti kiállító teremben gyertyafényes tárlatvezetéssel, amit nagyon szoktak szeretni a látogatók, hiszen hangulatos, sok információhoz jutnak, és nyilván az is most jó, hogy este már nincs annyira meleg, mint napközben. A múzeumok éjszakája majd a kisvasútnap után indul az úgynevezett nyári nagyüzem az Alaerdő ZRT-nél, hiszen kezdődik a táboroztatási időszak. Az erdészet 2014 óta foglalkozik ezzel a közösségi tevékenységgel. Eddig obornakon és elvétve csömödérben voltak táboraink. Idén újítunk, és a Zsigárdi erdei laknál is lesz egy turnusunk, egy napközis tábor, amit nagyon várunk, hiszen ez számunkra is újdonság. És reméljük, hogy a gyerekeknek is fog tetszeni ez az új helyszín, hiszen ez is ott van az erdő közepén, csend és nyugalom várja őket, és egy csomó program. A táborok idén is tematikusak lesznek. Erdészvadász és erdőjáró foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. A jelentkezés ugyan még nyitott, de aki még nem döntött, nincs sok ideje. Csupán pár szabad hely van a turnusokban. Az érdeklődők minden fontos információt megtalálnak a táborokkal kapcsolatban az Alaerdő ZRT internetes felületein. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Elkezdődött az aratás. Nem várható kimagasló termés mennyiség az időjárás alapján. Tigris Lili. Fordulatos krimi vígjátékot mutattak be a HSMK-ban. Balaton helyett sokan inkább külföldi utazást választanak. A megkérdezett helyiek úgy látják, az áremelkedések miatt jobban megéri valamelyik szomszédos országban nyaralni, de így is akad, aki idén is a magyar tengernél fog pihenni. Egy naposon voltunk, de nem olyan nagyon vészes. Nem mindenki gondolkodik hasonlóan, hiszen a többség szerint jelentős drágulás történt idén a Balaton környékén. Az Index még tavasszal számolt be arról, hogy mintegy 10%-os áremelkedés tapasztalható a vendéglátóhelyeknél a tavalyi évhez képest. A fagylalt ára például átlagosan 50-60 forinttal emelkedett. Korábban mi is foglalkoztunk a témával, miszerint a horvát tengerpart egyre népszerűbb a magyar turisták körében, amit a megkérdezett helyiek is megerősítettek, de így is vannak, akik ettől függetlenül a Balatonon tervezik az idei nyaralásukat. Majoros Árpád ugyancsak a magyar tengerhez utazik, de úgy látja, sokan inkább külföldre mennek. Valószínűleg igen, mert sokan mennek ki a munkatársamok is inkább külföldre, mint itt Balatonparton. Vannak, akik a jelenlegi melegben jobbnak látják, ha nem mozdulnak ki. Egy kamerán kívül nyilatkozó hölgy stábunknak arról beszélt,
nehezen viseli a hőséget, így ebben az időben a Balatonra sem megy, hiszen, mint mondta, hiába megyek árnyékba, ott is nagy a forróság. Tóth Andrea idén nem tervez a családjával hosszabb nyaralást, azonban az áremelkedések miatt ő is inkább külföldi utat választana. Inkább, hogyha már úgy nézzük az arányokat, akkor én is inkább azt mondom, hogy inkább külföld, ezt akkor több a látvány is, mint hogy ezen az áron, azért Balatonon. Mások ugyan terveznek utazást, de az árak miatt csak rövidebb időre, hiszen ahogy azt többen elmondták, egy hosszabb utazást nem engedhetnek meg maguknak. A megszokottnál sokkal korábban kezdődött az aratás az országban. Volt olyan terület, ahol már június 6-án elindultak a munkagépek. Az idei esztendő eddigi időjárása miatt nem várható kimagasló terméseredmény, de a piaci helyzet nyugodtabb gabona szezont ígér. Az Agrártárca beszámolója szerint a mostani időjárás kedvez az aratásnak. Gyorsítja a munkát az is, hogy nincs reggel 3-kor indulhatnak a gépek. Ha nem szól közben semmi, a betakarítás rendkívül gyors lesz egyes növényeket illetően, jövő héten akár már nem is marad búza a határban. A májusi eső, ahogyan azt Petőházi Tamás a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke közleményében elmondta, már csak a szemtelítődésben segített, vagyis némileg kozmetikázhatta a termés mennyiséget. Az őszi betakarítású növényeknek viszont nagyon jól jött a csapadék. Idén eddig szerencsére az időjárási szélsőségek nem okoztak nagyobb károkat, viharban megdőlt állományokról például nem esett szó, a szántóföldi kultúrákat pedig a gazdálkodók bejelentései szerint 13 ezer hektáron érte aszály és 11 ezer hektáron belvízkár. A Tigris Lili című színdarabot mutatták be csütörtökön este a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A fordulatos krimi vígjáték főbb szerepeiben Brunner Mártát, Várkonyi Andrást és Mesterházi Gyulát láthatta a közönség. Az ujjam ide nyomta, akkor meg kék volt. Még nem száradt meg a festék egy eredeti gokeren. Na erre mit? Na egy pillanat, először is. Mondja el, hogy mikor kezdett gyanakodni, de kérem, hogy csak tömören és felülsen. A 80-as években játszódó cselekmény középpontjában egy arisztokrata nő áll, aki szélhámosként éli mindennapjait, és Tigris Lili álnéven igyekszik átverni a milliómosokat. A rendőrség azonban csapdát állít számára, amelyből minden gyanakvása ellenére is úgy tűnik, hogy belesétál. A címszerepet alakító Brunner Márta elmondta, öröm volt számára egy ennyire összetett karaktert megformálni. Nehéz, de nagyon hálás feladat, szinte majdnem végig akcentussal beszélek, tarkítva nyilván néhány angol szó kifejezésekkel, és tehát egyszerre humoros, azt hiszem egyszerre szerethető ez a figura, nagyon sokféle szélsőségre ad helyzetet, úgyhogy lehet benne lubickolni, nyilván nagyon észnél kell lenni, de hát jók a partnerek, segítjük egymást, és én azt hiszem, hogy egy nagyon szórakoztató, izgalmas, klasszikus krimi. A darabot a Négy Arc Színház mutatta be. A színészek ritkán játsszák együtt ezt a történetet, amely szerintük azonban így is hamar megtalálta a közönségét. A krimit mindig is szerették, most is szeretik. Nyilván a krimi írónak is utána kell menni egy kicsit a közönség igényének és a korosztálynak. Ugye kicsit mindig ki kell találni egy csavart, egy meglepő fordulatot, és hát a humor sem hiányozhat természetesen belőle. A fordulatokban gazdag történetet két felvonásban láthatta a HSMK közönsége. Szakmai előadásokat szervezett a Bélbetegségek Világnapja alkalmából a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház, a Halis István Városi Könyvtárral együttműködve. Az egészségügyi intézmény pár hónappal ezelőtt indította útjára azt a programsorozatot, melynek a csütörtöki az egyik állomása volt. A cél minden esetben az, hogy információt, felvilágosítást adjanak a lakosságnak. A programsorozat egy-egy állomásán olyan betegségek kerülnek fókuszba, melyek gyógyításában vagy csak a szinten tartásában fontos az, hogy az adott beteg partner legyen, fogalmazott Marada Györgyi, a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház orvosigazgatója. A szóban forgó betegségek ugyanis nem kezelhetők egy-egy tablettával. Nagyon komoly munka kell, mind az egészségügy részéről, mind pedig a betegek részéről, hogy
az, ez a folyamat gyógyuláshoz vezessen. És ezért azt gondolom, hogy nem lehet ezekről a problémákról eleget beszélni. Az előadás sorozat a Diabétesz világnapjához kapcsolódóan indult, utána a vesebetegségekről volt szó, most pedig a gyulladásos bélbetegségek kerültek előtérbe. Mint ahogy Faricsné Hári Veronika vezető dietetikus fogalmazott, az említett betegségek kialakulásának okait a mai napig vizsgálják a szakemberek. Nagyon sok mindenre vezethető vissza, akár egy autoimmun állapotra, genetikai megbetegedése és ugye az életmódra. Az életmódnál pedig azt látjuk, hogy miután most már sokkal nagyobb számba és sokkal korábban alakulnak ki ezek a gyulladásos bélbetegségek, ez igenis, hogy visszavezethető az életmódra, visszavezethető akár az élelmiszeriparnak a fejlődésére, illetve a nyugati típusú táplálkozásra. Az előadásokon még számos kérdést boncolgattak a szakemberek, a részvételen viszont érzékelték a szervezők, hogy idáig ez a téma volt az, ami a leginkább érdeklődésre tartott számot. A betegségről bővebben lesz szó későbbi Életmód magazinunkban. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Rongálás. Kárt tettek az egyik kanizsai szökőkútban. Az állatokra is veszélyes a meleg. Számos tünet figyelmeztető lehet a tulajdonosoknak. Tigris Lili. Fordulatos krimi vígjátékot mutattak be a HSMK-ban. Ez volt a Kanizsa TV híradója június 21-én pénteken. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a szertár Mikó Barát Györggyel. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, kollégáim nevében is jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!